Mivel már egész nap az alternatív terápiák után kutakodunk, mindenképpen érdemes a mozgásterápiák világába is betekinteni, mert ez az, ami mindannyiunkat előbb-utóbb érint. Csont- és ízületi problémákkal, fájdalmakkal már mindenki találkozott, és rengeteg megoldás létezik ezek kezelésére. A McKenzie-tornát én is sokszor gyakoroltam, sokszor volt olyan gerinc fájdalmam, és kiderült, hogy a kezdeti porckorong sérvet akár vissza is fordíthatja. Az a lényege, hogy amikor még nincs egy kiszakadt sérv, csak mondjuk egy kitüremkedés, akkor azt még úgymond vissza tudjuk tornázni, vissza tudjuk segíteni a helyére, majd pedig körbeerősítve a törzsizmokat, meg stabilizálva a törzset, biztosítjuk azt, hogy ne is alakuljon ki ez újra. A McKenzie-torna tehát sok szempontból ideális akkor, hogyha valakinek ilyen csigolya vagy gerinc problémái vannak, de milyen más lehetőség van még erre? Milyen más tornák, amelyek esetleg más típusú problémákat oldanak meg? Van például az úgynevezett FDM terápia, amiről azt kell tudni, hogy testünkben különböző típusú kötőszövetek vannak, és ezekben nagyon nagy mennyiségű fájdalomérző receptor van. És hogyha ezen a kötőszöveten kialakul egy valamilyen elváltozás, egy úgynevezett disztorzió, akkor arra tud megoldást nyújtani. Ha már a mindennapi rutin tevékenységeket korlátozza a fájdalom, akár egy cipőfelhúzást, akkor otthon is kell gyakorlatokat végezni. Erre például egy nagyon jó eszköz az SMR henger, amivel saját magunk is tudjuk kötőszövetünk egyik típusát, az izompóját lazítani. Aki rendszeresen jár edzőterembe, vagy rendszeresen sportol, jár úszni, akkor az két hetente egyszer elmegy gyógytornára is, mert hogy ez kiegészíti, sőt, egyre inkább szükségesebbé teszi azt, hogy az izmok úgy regenerálódjanak. Jól teszik, hogyha felkeresnek gyógytornászt, akár profi, akár hobbi sportolók, ugyanis hát szervezetet érhetik traumák, negatív behatások, amiben egy gyógytornász fog tudni segíteni, hogy ezt hogyan kezeljük, és hogyan térjünk vissza minél hamarabb a sportba.